135 óbort, 2018-as évjáratot, fehéret és vöröset neveztek a gazdák a Vas megyei, és 99-et a nemzetközi borversenyre. Olasz, osztrák, szlovén, szlovák és magyar borokat bírált a szakértőkből álló 30 tagú zsűri a kőszegi Jurisics várlovak termében. Megpróbáltunk arra figyelni, hogy általában hasonló fajtájú szőlőkből készült bort kóstolhassanak a borbírálók, hiszen az egy érdekes, hogy melyik országban, melyik területen milyen éghajlati viszonyok között egy adott fajta milyen bort ad. Az éghajlatváltozás hatása a borokban is érződik. A tavalyi évjáratnál nem ritka, hogy alacsony a savtartalom. A zsűri elnöke szerint a minőség folyamatosan emelkedik, ahogy a fogyasztók elvárása is. Már ilyenkor is elkészült szép borokat tudunk kóstolni. Kékfrankosok esetében is vannak nagyon jó kezdeményezések, illetve nagyon érdekes, hogy az utóbbi 4-5 évben a rozé és a fehér borok is elég szép minőségben, meg szép számban jelennek meg a versenyen. A szombathelyi Mándli Tibor 12 borával nevezett a megyei minősítésre. A 18-as évjárat az egy termésben kiemelkedő évjárat, minőségben már nem teljesen mondható. Ugye szeptember elején megjött a 100 mm csapadék, aki előtte leszüretelt és időben tudott szüretelni, annak nagyon szép fehér borai vannak. Jagodics Attila is minden kategóriában nevezett, hogy megismerje a szakma véleményét munkájáról. Tavaly megnyertem a Vasmegyi borversenynek az óbor kategóriáját és az újbor kategóriát is, ezáltal a szövénynyernő kupát is, ami egy nagyon nagy örömmel töltötte. Én bizakodva várom, hogy idén is ilyen jó szereplés lesz. A borversenyen gasztrozsűri is dolgozott. 20 kereskedelmi forgalomban is kapható mintából választották ki azokat, amelyeket egy 5 fogásból álló menüsorhoz ajánlanak. Ezt a párosítást április 24-én a szőlőjövésnek ünnepén kóstolhatja meg a közönség. A megyei és nemzetközi verseny eredményét is akkor hirdetik ki.